Budapest több helyszínén toboroznak szerződéses határvadászokat a budapesti rendőrök, így lesz ez a kerületünkben is, a budafoki pezsgő bornapokon szeptember 3-án. Erről a képzésről fogunk most beszélgetni, köszöntöm a stúdióban. Hallottunk már több híradóban erről, hogy toborozzák a határvadászokat. Milyen követelményei vannak a jelentkezésnek? Igen, tehát elindult ez a folyamat, hogy a magyar rendőrség számára egy új állománycsoport létrehozásával határvadászokat toborozunk. Ez egy országos szintű toborzás. Valamennyi megyei rendőrfőkapitányság, kommunikációs szolgálata részt vesz ebben a toborzásban, és a toborzás célja egyébként, hogy valamilyen szinten tehermentesítsük a jelenlegi Magyar Honvédség, illetve a rendőrség állományzat, akik a határvédelmet most jelenleg ellátják a schengeni külső határokon. A toborzás alapvető célja egyébként az, hogy nem kimondottan azokat a megyéket célozzák csak meg a toborzásban résztvevő kollégák, amelyek érintettek a határvédelemben, hanem az ország egész területére nyilván megpróbáljuk ezt kiterjeszteni. A jelentkezési feltételek, hát az magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, van egy életkorhatár, 18-tól egészen 55 éves korig, be nem töltött 50 éves korig lehet jelentkezni. Alapfokú iskolai végzettség egyébként elegendő a munkakör betöltéséhez, vagy a beosztás betöltéséhez, és a legfontosabb, hogy egy fizikai és egy pszichikai és egy egészségügyi alkalmasági vizsgálaton is át kell esni a jelentkezőknek. Ha ezzel megfelelnek, akkor ugye próbaidőre fölveszük őket, és a képzés idejére egyébként már 300 ezer forint bruttó összegű javadalmazást, tehát illetményt is biztosítunk a számukra. Milyen juttatás, milyen fizetés, milyen előnyök járnak még ezzel a képzéssel? Hát azt tudom mondani, hogy az illetményük a különböző pótlékokkal egészen bruttó 400 ezer forint fölé is emelhető, de a 400 ezer forintot elérheti, hogyha ez még társul a határvadász szolgálati pótlék egyébként, ami teljesített óránként bruttó számítódik hozzá. Készenléti pótlék, éjszakai pótlék, idegen nyelvtudási pótlékot is fizettünk egyébként, ha valakinek idegen nyelv ismeretekből államig elismert nyelvvizsgával rendelkezik. Tehát ezekkel a pótlékokkal az illetménye az 400 ezer forintot elérheti. Van 25 év alatti korosztály esetében egy ilyen jövedelemadó könnyítés, tehát hogy nem kell jövedelemadót fizetniük, és az az érték határ egyébként jelenleg pontosan a 400 ezer forint fölött van már, tehát ezzel a bruttó illetménnyel ezt meg lehet célozni, tehát tulajdonképpen az egy kellően jól számítható illetmény. Miből áll a képzés, mennyire hosszú ez a folyamat, amíg valaki határvadásszá válik? A képzés az egy elég intenzív felkészítésről van szó, ez 160 órát jelent tulajdonképpen. Itt határvédelmi, határőrzés, határőrizeti, intézkedés taktikai fegyverismereteket, fegyverhasználati ismereteket sajátítanak el majd a kollégák, akik a határvadász állományt fogják erősíteni, és ennek a képzés követően, az esküdtételt követően kerülnek majd szétosztásra, nyilván az igényeknek megfelelően, hogy meg lehet határozva azokban a megyékben, ahol a határvadász századok felállításra kerültek. Több rendezvényen, programon találkoztak már eddig olyanokkal, akik érdeklődnek a határvadászat iránt. Mik a tapasztalatok? Hölgyek is érdeklődnek? Igen, elég sok rendezvényen, olyan programok, helyszíneken jelenünk meg, a nagy létszámú tömeg megjelenése várható. Kimondottan abból a célból, hogy minél több embert tudjuk megszólítani erre a pályára, és bizony-bizony vannak hölgyek, sőt, külföldi magyar állampolgár is jelentkezhetnek, hogyha magyarországi lakóhelyen rendelkeznek, vagy éppen kettős állampolgárok, akkor is lehetőség van egyébként határvadásznak jelentkezni. Egy kicsit a feladatkörről meséljen még pontosabban, mennyire kell fizikailag is jelen lenni? Hát nem véletlenül egyébként maga a jelentkezés feltételek között is a fizikai alkalmasságot vizsgáltam egyébként 1500 méter síkfutásból, halított karú fekvőtámaszból és felülésből áll. Ez kimondott az erőnléti felmérés szolgálja, mert járőrözési feladatokat kell döntően ellátni egyébként már azokon a határszakaszokon, amelyek a védekezésben érintettek, és azért ez egész embert kíván, én úgy gondolom, tehát ez a feladat megkívánja jó fizikumot. 4000 határvadászt képeznek majd a tervek szerint, ugye? Zajlanak-e már a képzések, elindulnak-e igen, már? Igen, összességében 4000 határvadász képzésére készülünk, és a képzések, én úgy tudom, egyébként már meg is kezdődtek a készenléti rendőrségnek
azon objektumaiba, ahol a megyei rendőrfőkapitányság határrendészeti kirendeltségei vannak. Ezek idő döntően a Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés, Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő objektumok. Illetve van még egy különlegesség, hogy Szegeden a rendészeti oktatási képző központnak az objektumában is van egyébként képzés. Tehát biztosítani tudjuk nagyobb létszámjelentkezés esetén is a folyamatos utánpótlást erre a beosztásra. Gondolom azért egy ilyen döntést meg kell jól gondolni. Egy ilyen beszélgetésen kapnak-e még esetleg kiadványokat azok, akik érdeklődnek? Igen, mindenféleképpen, tehát megfelelően el vagyunk látva különböző szóraanyagokkal, nyomtatványokkal, jelentkezési pályázati anyagokkal, amelyekkel meg tudjuk mutatni, tájékoztatni tudjuk egyébként az érdeklődőket, hogy milyen lehetőségeket kínálunk egyébként a számukra, és maga a határvadász feladatellátás az milyen rendszerben is folyik, tehát hogy ez egy vezényléses munkarend tulajdonképpen, 12 órás folyamatos szolgatellátás jelent, amely adott esetben 3-4 naponkénti újabb szolgáltatást szükségeltetik, illetve 5-6 naponként van lehetőség szabad napok beiktatására, melyek úgy vannak általában összeállítva, hogy egy hónapban 2 hétvégének kell benne lenni, illetőleg egy héten pedig 2 pihenőnapnak mindenféleképpen. Az lehet úgy is, hogy akkor szombat-vasárnap vagy vasárnap-hétfére essen ez a pihenőnap. Tehát aki bővebben szeretne tájékozódni a határvadász képzésről, az a budafoki pezsgő bornapokon keresse a budapesti rendőrfőkapitányság sátrát, amely a Borligetben található majd, amely a rendőrség előtti területen lesz kialakítva. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.